Mai vendégünk Ballag József, a MASZK Egyesület elnöke. Első kérdésem talán az lenne, hogy sokáig azt hallottuk, hogy nem is lesz megrendezve idén a teáter pályázati források hiányába. De ezek igazok voltak, ezek a pletykák? Nem, ezt sosem mondtuk, sőt, lehet, hogy nem mondtuk elég hangosan, hogy természetesen lesz teáter. A Nemzeti Kulturális Alap Fesztivál kuratóriumától nem kapott támogatást a fesztivál, egyébként a Szegedváros támogatása, illetve a egyéb kis források, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériumának a működési támogatása, ami így valószínűleg rámegy a fesztiválra, tehát inkább az a kétséges, hogy mit csinálunk ősszel meg tavasszal. De a fesztivál van, mert úgy valószínűleg ilyen hétnaposan nézek ki, tehát biztos, hogy van fesztivál. Hát mert ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, hát azért úgy tűnt, hogy évről évre azért több produkció érkezik a MASZK révén Szegedre. Hát ebbe kell ügyesnek lenni, meg ebbe már azért az is benne van, hogy maguk a társulatok is pályáznak, pályázhatnak vidéki vendégjátszásra, és akkor meg tudjuk osztani a költségeket, mert mondjuk a gázsi az a őket terhelő kiadás, az utazás, utaztatás, itteni technikai személyzet, vagy hogyha a kis színházat kell bérelnünk, akkor az nyilván a mi sarunk, hogy úgy mondjam. De ez azt is jelenti, hogy ebbe a szakmába beleértve az a határon túli együtteseket is már beleégett ez az egész fesztivál. Már szeretnének ide jönni, már nem csak az, hogy meghívásokra várok, hanem azt, hogy szeretnék ott fellépni. Milyen dominanciát jelent ez a hálózat Kolosson? Hát egyrészt egy olyan félét, ami nemzetközi, leg is bír egy kapcsolatrendszerrel, de ebből soha nem tudunk annyit megmutatni, amennyit egyrészt szeretnénk, és amennyi mondjuk a fesztivált legalább egy ilyen kétharmad, egyharmad arányban magyar külföldben tudná megmutatni, mert most szerintem inkább olyan, hát egyötöde külföldi produkció, ami itt tud lenni. És szerencsésebb lenne így mondjuk a fele felé közelíteni, de hát ezek olyan összegek, amiket nem lehet, tehát nem lehet 8-10 ezer eurós produkciókat bevállalni, és azok a piacon rendkívül olcsóak. Tehát meg kell találni azokat, amik mondjuk így ennek a feléből valahogy el tudnak jönni. Ugye a városi támogatásban mindig benne van, hogy két külföldi partnert kell hoznunk. Egy másik hálózat az, ami a határon túli színházakkal kialakult, elsősorban Araddal és Szabadkával, de most már ez bővült Újvidék, Temesvár, most már Kolozsvár, hiszen egy nagyon jó kolozsvári produkció is jött, és ezekben már, ebben a bővülésben az a törekvésünk is benne van, hogy fiatalokkal, egy-két éve végzett színi akadémistákkal, mert hogy Romániában is, mármint hogy működjünk együtt, mert hogy Romániában is az a tendencia, hogy egyre több végzett csapat marad együtt, mert hogy ha szeretnének együtt dolgozni 8-10, akkor hát ezeket a szándékokat a kőszínházak nem tudják. Szóval nem tudnak vele mit kezdeni. Jó, ha egy-egy embert föl tudnak venni ott is, Szerbiában is, Magyarországon is. És amennyiben ilyen frissen alakult társulatok jönnek létre, ezek mindig kifejezetten underground logikával szerveződnek, vagy... Én most úgy látom, hogy mindig inkább magukról akarnak beszélni. Tehát szerintem már nincs ilyen, nincs ez, hogy most akkor ez egy független társulat, mert nem. Nincs olyan, hogy underground, mert minden underground lett, ami nem a mainstream és mondjuk a populáris kultúra, ugye a média és a populáris kultúra mindent elvitt. Ehhez képest már tulajdonképpen, ha valaki kiáll a színpadra és elmond egy József Attila verset, már az is olyan underground, hogy a fal adja a másikat. Szóval, hogy nem biztos, hogy érdemes már ezt a megkülönböztetést tenni. Egy dolog biztos, hogy ez a generáció, és ezt megfigyelem a kaposváriakkal is, most már a keleti István művészeti iskolának volt éppen szerda este a produkciója a Rongykocsmában. Önmagukról beszélnek, a saját életükről, 20 éves fiatalok, és úgy gondolják, hogy ami történik velük fontos, és valószínűleg nincs hol megbeszélni. Tehát ebben a mai médiatérben semmilyen valós problémáról nincs szó. Ugye az állami média, az, ott nincs mit beszélni, tehát ott egy olyan műélet van, aminek semmi köze a valósághoz.
A kereskedelmi média meg mit foglalkozom? Tehát ő gyártja a maga illúzióit, pro és kontra. Tehát nincs valóság. Magyar társulatokat, szegedieket, meg itt a környékbelieket. De annak örülök most, hogy a Metanoia nagyon jól ment a fesztiválon. Ez a Carmen produkció, amit a Homoludens társulat csinál, 4 személyautóban hurcolva egy-egy nézőt. És hát tulajdonképpen a 2 koprodukciónk is, vagy akár a tréningeket is mondhatom szegedi produkcióknak, akkor is, hogyha Urbán András, Horváth Csaba, vagy éppen Gemza Péter vezeti a tréningeket, hiszen az a 30 fiatal, aki a tréningeken részt vesz, annak közel a fele jött Budapestről, határon túlról, vagy más városból, és a másik fele szegedi, vagy valamilyen módon kötődik hozzánk. De végül is a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium produkciói is szegedi produkciók, hiszen azok is itt születnek meg, úgyhogy a utcán, Grand Caféban, zsinagógában, ronykocsmában lehetett találkozni szegedi produkciókkal, és ez az arány, ezt most így szeretem. Szóval Budapest, határon túl, külföld és Szeged, ez egy-egy pillér a fesztiválnak, és mindenek a középpontjában pedig a fiatalok állnak. Azt hiszem, már nem csak a jövő az övék, hanem a jelen is. És a közönség. Szegedről nem lehet elmondani, hogy a magas kultúrának rengeteg híve van és nézője van. Hát van egy, hogy mondjam, egy mindig változó, de elég decens vagy white fülű, szemű, agyú közönség, és ők jönnek szorgalmasan, és jönnek azok is, akik megszokták ezt a fesztivált, és direkt úgy veszik ki a szabadságukat mondjuk Budapestről, vagy más vidéki városból. Meg most nagyon jót tett a fesztiválnak ez a 40-50 fiatal, mindig ehhez térek vissza, mert ők néznek is előadást, mert azért egy ilyen fesztivál azért is van, hogy nagy töménységben lehessen tanulni. Igen. Így van. És akkor végül is egyedül maradt a tekintetben Szeged, a szegedi színjátszás, hogy most már elment az Armel, már olyan jelentősebb produkció nem igen születik nagy értelemben. Hát ami van a környékünkön, Pince Színház, Várjátékok, nyilván az egy populárisabb, igen. Merítés, Szabadtéri, amely megint egy egészen más lépték, a Nemzeti Színház teszi, amit a dolgának tart, mi meg valahogy szintén ezek közt lebegünk, vergődünk, de, vagyunk. De a jelek szerint azért egyre jobban gyökeresedve. Vagyunk. Azt nem mondom, hogy röpülünk, de vagyunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.